napi feladatra vállalkozott, ha egyáltalán tudja, hogy mire vállalkozott, remélem, hogy még nem. Kovács Mihály, Egri Prímású, Zsitter Zenekara, kitartás nektek. Ami egyik kiválóságban, ha nem a legkiválóbb magyar nóta énekesünk. Budapestről érkezett, és nagyon örülünk, hogy itt van Jugoszlávjában először. Mondta, hogy ahogy jött, nagyon szép volt, de ő még itt nem járt. Hát remélem, János nem utoljára jár az Jugoszlávjában. Nagyon itt nagyon jó borok vannak, tudod? Vagy azután? Érzem. Akkor tessék át a dolgot. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon sok tapsot várok, ha nem is nekem, de társaimnak, mert nagyon lelkesek, nagyon szeretik a tanítást, azt a műfajt szeretik, és gyakorolják, és adják tovább a mi kedves, tisztelt közönségünknek, amiben a magyar szív dobog. A magyar nóta a szív dala, a lélek fogásza, idézek, a nemzeti vér lüktetésének legszebb muzsikája. Mert az a nemzet, amelyik dalol, az én. És az a nemzet, amelyik nem dalol többé, az meghal. Csak azért mondom ilyen halkan, hogy mindenki füleljen, mert a iskolás korunkban tudom, minél hangosabban beszélt a tanár, annál hangosabban voltunk mi. Na hát akkor nézzük egy néhány szép magyar nótát. Thank you.
Szélén.